nálunk milyen agresszívan állt a gauza kérdés, hogy ők egyértelműen csökkenteni szerették volna az egy hektára jutó kifizetéseket. Ez egy mindenképpen egy elfogadható megállapodás, amit nekünk sikerült megkötni Brüsszelbe. Nézzük ezt, hogy akkor ez mit jelent a konkrét számok nyelvére lebontva. Mielőtt még itt a rendszerbe belemegyünk majd, ez lesz igazából egyébként a rendszer az izgalmasabb és az érdekesebb, bonyolultabb kérdés, de mielőtt a rendszerbe belemennénk, előtte ezek a számokat azért érdemes lenne megtisztázni. Ugye most körülbelül 1313 millió euró az, amit 2013-ban mi ki tudunk fizetni közvetlen támogatásként Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy hektáron, 5 millió hektáron végeznek mezőgazdasági tevékenységet, támogatott 5 millió hektár támogatás jogosult Magyarországon, ez hektáronként 260 eurót jelent gyakorlatilag. Ez az összeg a mi számításaink szerint valahol 1275-1280 millió euró körül lesz 2014-ben és az azt követő években 2020-ig. Ennek a kb. 30-40 millió eurónyi csökkenésnek az oka igazából alapvetően nem is a fő összeg csökkenése, hanem sokkal inkább az, hogy Horvátország is az EU tagja lett, és gyakorlatilag ugyanazon, mert ettől nem lett több a pénz, amit ki lehet osztani, ugyanazon a tortán most már nem 27, hanem 28 ország osztozik. Ez nagyságrendileg azt jelenti, hogy mi elveszítünk ezt a fő összeg csökkentés a horvát csatlakozást, illetve a modulációt, amiben nem akarok részletesen menni, de 2013 ugye a 300 ezer euró fölötti támogatott elvesztik a támogatásoknak a négy, nem veszt, ők elvesztik a támogatást, az összeg Magyarország számára nem veszik el, csak átkerül a vidékfejlesztési alapba. Mindezeket figyelembe véve azt lehet mondani, hogy a hektáronkénti kifizető, elvileg kifizető összeg, az ugye 260 euró 13-ban, és 250-re csökken le 2014-re, tehát kb. 10 euróval lesz hektáronként kevesebb, amit kell fizetni. Ez kevesebb, mint 4%. Isten igazából azt kell, hogy mondjam önöknek, hogy a forint-euró árfolyamnak nagyobb hatása van arra, hogy hektáronként mennyi lesz a kifizetés, mint annak, hogy hogyan változik Magyarországnak az allokáció. Na most azért, hogyha valaki még emlékszik arra, remélem mindenki oda figyelt, hogy az államtitkár mit adott elő egy kb. Fél órával ezelőtt, ugye ő azt mondta, hogy a támogatás az 233 euró lesz hektáronként, és nem pedig 260-at mondta. Ez azért van, mert ugye mi azt az új rendszert alkalmazunk, hogy a jelenlegi rendelet a 68-as cikke lehetőségét felhasználva, a terület alapú támogatások 10%-át levesszük a területről, és abból fizetjük ki a tejtermeléshez kötött támogatást, és abból finanszírozzuk a szerkezet átalakítási támogatásokat, a zöldség, gyümölcs, a dohány és a kérődző ágazatokba. Ugye ezt már ki lehet számolni, 260-10%, így jön ki a 233. Tehát ez a viszonyítási alapunk, ehhez képest fogjuk majd nem sokára megnézni, hogy akkor a 2014-es közötti időszakban hogyan fog alakulni az egy hektárra jutó kifizetés, és akkor majd önöknek el kell dönteni, hogy mi is lesz a változás. Ugye van egy új rendszer, aminek gyakorlatilag amit ebből meg kell értenünk, és ami fontos, hogy ugye most ott tartunk, hogy van 27 országunk, van valami, amit úgy hívunk, hogy közös agrárpolitika, de igazából az egyetlen közös dolog a közös agrárpolitikában az a közös finanszírozás. Az, hogy a pénz Brüsszelbe jön, de gyakorlatilag szinte minden tagország más rendszert használ. Van, aki sapsot használ, van, aki SPS, van, aki adtopap támogatást, van, aki nem adtopap támogatást, mi mindig is adtunk topap támogatást, a velünk együtt csatlakozó országok közül többen egyáltalán nem adnak topap támogatást. Van, aki az SPS-re üzemsorosan tér, tehát van, aki regionálisan, van, aki statikus hibrid. Nem is akarok ezzel senkit sem mutatni, nem kell tudni. Az a lényeg, hogy különböző rendszerek vannak, és ez az, amit megelégetek Brüsszelbe, és azt mondják, hogy ha nekünk közös agrárpolitikánk van, akkor az valóban legyen közös politika, és legyen ugyanaz az agrárpolitika minden országban. Nyilván vannak itt ilyen mozgási területek, azért lehet, hogy ez egy keretet határoz csak meg, de ez egy nagyon fontos változás, hogy az eddigi különböző rendszereket az új időszakban le fogja váltani egy egységes rendszer, és minden tagországnak ezt a rendszert kell használnia. Na most ez azt jelenti, ez sajnos nekünk tudomásul kell venni, hogy ez a sok-sok pénz, ami ide érkezik Magyarországra, ez az 1,3 milliárd euró, ugye ez csak önmagában terület alapú támogatás közel 400 milliárd forint, ezért az EU bizonyos feltételeket szab, amit néha nem pont rá vannak szabva. Ezt látni kell. Ezzel sajnos nincsen mit kezdeni. Néha valóban kicsit életszerűtlenek a dolgok. Az ember fontosan tudja, hogy ennél lehetne jobban, okosabban, a magyar viszonyokhoz jobban szabottan csinálni, de
ezt a dolgot ezt el kell fogadni. Azzal, hogy mi az EU tagjai lettünk, ezzel Magyarországon a közös agrárpolitika működik, nekünk ezzel kell együtt élnünk. Mondom, megpróbáltatunk benne a mozgásterünket bővíteni, de még a nemzeti támogatásokat is úgy fizethetjük ki, hogy azt külön engedélyeztetünk el.